tekintem most fogadját a főszeretettel. Köszönöm szépen, egyébként arra jöttem rá, hogy most augusztusban lesz a 11. házassági évfordulónk, és 20 éve vagyunk egy pár, de ez az első alkalom, hogy végre felkonferált engem. Több jó volt ahhoz képest, köszönöm szépen. Szóval, ugye amivel én ma készültem, az valami a változás körül, ennek a témája. És hogyha belegondoltok, azon gondolkodtam, hogy kb. 3 percig tudnék csak arról beszélni, és különböző nagy mondásokat puffogtatni, hogy a változás örök, a változás az egyetlen állandó, digitális világban felgyorsult a változás, és mit tudom én, hogy miket lehetne erről elmondani. Hogyha belegondoltok, megkérnék mindenkit, hogy mondjon 10 olyan embert, aki valami elképesztő változtatást hajtott végre az életében, akkor egy ideig gondolkodna rajta. És még durvább, hogyha erre céges szinten gondoltak bele, általában az emberek nem tudnak 5 olyan céget felsorolni, aki valami döbbenetes izgalmas dolgot csinált magával, kiforgatta magát, úgymond a gatyájával, hogy magyarul mondanánk. Én egy elképesztően szerencsés ember vagyok. 4,5 évvel ezelőtt csatlakoztam egy olyan céghez, amely 2011-ben azt mondta, hogy ha a fele teszik is 2021-re, azaz 10 évvel később, teljesen máshogy fog kinézni, szeretné átalakítani nem csak a struktúráját, az üzleti modelljét, hanem azt is, ahogy a dolgozói viszonyulnak ő hozzá, és ahogy az ügyfelei viszonyulnak hozzá. Ezen az úton elindult a cég, és egy elképesztően jó visszajelzést kaptunk. Képzeljétek el, hogy egy hónappal ezelőtt a Fortune amerikai magazin a mi vezérigazgatónkat beválasztotta a világ 20 leginnovatívabb és legsikeresebb vezérigazgatója közé. Méghozzá az indoklásban azt írták, hogy ennek a fő oka az, hogy 2011 óta olyan mértékű változtatást ért el a vállalaton belül, ami nem csak a pénzügyi eredményeken látszik, nem csak a részvényárfolyamon, hanem ami a legfontosabb, az ügyfeleink elkezdték azt visszajelezni, hogy ők úgy érzékelik, hogy a vállalati kultúra megváltozott. Márpedig, aki ebben dolgozik, tudja, hogy szeretjük dobálni ezt a fogalmat, hogy vállalati kultúra, de valójában ez nem más, mint az ott dolgozó emberek viselkedésének klasszikus jegyei, amiket ők közvetítenek. És ugye ez mind-mind olyan folyamat, hogy change management, egy határozott folyamaton létezik túl magunkat, végigmenjünk rajta, megtervezzük, hogy mi olyan lesz. És ez ugyanúgy igaz a saját életünkre is. Amikor én szeretnék valamit átalakítani az életemben, azt is fel tudnám rajzolni egy folyamatábrán, meg tudnám azt mutatni, és gyakorlatilag végigcsinálnám ezt a szép folyamatot, amit ugye angol száz világban change managementnek. Amit biztosan észrevettetek, hogy a bemutatkozásunkban a Mindfulness Lab-nél azt ígértük, hogy az éppen aktuális tudást szeretnénk elhozni Magyarországra, magyarul, magyaroknak. Ehhez képest az elmúlt 2 percben itt tippeget kapok, és próbálom elkerülni azt, hogy a change managementet magyarul mondjam. És ennek az az oka, hogy személyes véleményem szerint a change management egy nagyon kellemes magyar nevet kapott, ugye ez az, amit úgy mondunk, hogy változásmenedzsment. Ez a hivatalos neve a Magyarországon, egy általam nagyra tartott, híres budapesti egyetemen még ilyen tanszék is van, amit így hívnak. Viszont, ahogy láthatjátok a szlájdomon, határozottan úgy gondolom, hogy ez egy hibás fordítás. Amikor elolvassátok a change managementnek az irodalmát, akkor látjátok, hogy egyáltalán nem erről beszél. És mielőtt még bárki azt gondolná, hogy én egy ennyire okos srác vagyok, aki ilyeneket ki tud magától találni, az a helyzet, hogy ez nem így van. Ez a gondolat, ez 2012-ben ült be a fülembe, amikor dr. Molnár Imrével kávéztam egyet, és Imre volt az, és köszönöm, hogy el tudtál jönni, szuper, hogy itt vagy. Imre volt az, aki 2012-ben elültette a fülemben azt a gondolatot, hogy márpedig a változás menedzsment, ez egy igen megengedő, túlzottan barátságos fordítás. A helyes szó sokkal inkább a változtatás menedzsment. És Imre, külön köszönöm neked azt a kávézást, de azt gondolom, hogy az a kis bogár, amit te akkor elültettél, annak komoly szerepe van abban, hogy ma kb. 120-130-ra itt ülünk, és néhányan követnek minket online is. Mert ez meghatározza azóta is a mindennapjaimat. Ahol én keveredtem, gyakorlatilag más sem csinálom, csak proaktív módon igyekszünk átalakítani a szervezetünket, saját magunkat, mind egyéneket is. És hogy mi a bajom nekem a változás menedzsmenttel, amit kifejezéssel, azt elég egyszerűen be tudom nektek mutatni. Ugye, ha végig gondoljátok, változás menedzsment az valami olyasmit jelent, hogy a változás az ott van körülöttünk, az tőlünk függetlenül történik, A menedzsment meg azt jelenti, hogy csinálunk vele valamit. Nem ráértem. Hoztam egy példát, amivel mindig szoktam viccelődni, ezzel még csak egyetlen égtem be Egyiptomban, de ezt majd látni fogjátok, hogy miért. Ugye van egy dolog, amire azt szoktuk mondani, hogy változékony, sokat változik, és ez nem más, mint az időjárás. Ha belegondoltok, mi a változás menedzsmentje az időjárásnak? Esik, változás menedzsment. Próbáljuk meg egy vállalati példát. Jött egy új vezérigazgató helyettes, azt mondja, hogy legyünk ügyfélfókuszúak, legyünk innovatívak, és legyünk mindfulak. Mi a változásmenedzsment? Ez hülye. Én 20 éve itt vagyok, és nem is így dolgozom. Majd megunja, és elmegy. Hát körülbelül ezt jelenti számomra a változásmenedzsment. És ugye mi, mint vállalatok, mit szoktunk csinálni? Szeretnénk változtatni valamit. Végre megértjük azt, hogy ez nem egy véletlenszerű folyamat, ez nem csak történik velünk, mint az eső, hanem valamit proaktívan szeretnénk ezzel csinálni. Mit csinálunk? Amit mi is csináltunk a Philipsnél, teszünk egy jó kis kétnapos tréninget. Amíg Magyarországon dolgoztam, azt hittem, hogy ez tök normális, hogy egy egynapos vagy másfél napos tréninggel elvonulunk vidékre, és ott tanulunk valamit, és azt várjuk ettől, hogy megváltozik minden. Most, hogy nagyon földrajzi dolgozom, most már tudom, hogy az egész világon ez így normális. Ha valami változtatni akarunk cégként, meg vagyunk róla győződve, hogy szükségünk van egy jó kis kétnapos elvonulásra. És mielőtt arra térnék rá, hogy mi az én pontos véleményem és gondolatom a tréningekkel kapcsolatban, én azt gondolom, hogy végig kell vezessek titeket azon az úton, ahogy én eljutottam ehhez a gondolathoz, és folyamatosan olyan példán gondolkodtam, ami majd segíteni fog ebben, és olyan példát szerettem volna keresni, ami nem a szélzesek vagy értékesítők átalakításához kötődik, hanem valami olyan téma, amihez ti is tudtok kapcsolódni, nemre, korra, tapasztalatra, vállalatmérettől függetlenül. Ezért a példa, amit hoztam nektek, ő az én nagylányom, Panni. Ahogy ezt láthatjátok, Panni szerencsésen a génállományának azt a részét, ami a külsejéért felel, és egyébként ami az anyáért, ezt mind az édesanyjától örökölte. Mielőtt bárki aggódna Panni személyiségi jogaiért, abszolút beleegyezett, hogy szorít elmeséljen, olyannyira, hogy a fényképet ő választotta, ő szerkesztette és ő rakta be a prezibe. Ennek az eredménye az, hogy úgy látjátok, mintha a kép alján egy marha nagy termék elhelyezés lenne. Sajnos egy ámfülért nem kaptunk érte, de Panni azt mondta, hogy így néz ki jól a kép. No de, mi történt Pannival? Panni kb. 2 hete hazajött, és azt mondta nekünk, hogy ma az iskolában arról beszéltek, hogy kinek mi a 2018-as céljai, és hogy ezért mit fognak tenni. Én marhára örültem, hogy ilyen jó dolgokról beszélnek a suliban, és izgatottan kérdeztem, hogy neked mi a célod. Amire azt mondta, hogy ő 2018-ban szeretne megtanulni úszni, mert hogy ő még nem tud. Teljesen meg is értem, hogy miért mondta ezt. Ő már 7 éves lány, bocsánat, öregítem, holnap lesz a születésnapja, holnap lesz 7 éves. És hogy egy 7 éves lány nyáron karúszóban vagy úszógumban nem mehet be a vízben. Tök jó. Mi a Lénával állatira örültünk ennek a dolognak, hiszen ha belegondoltak, miről szól az úszás, olyan készségszinten megtanulja és beépül a komfortzónájába az úszásra járó mozdulat, hogyha ne vagy Isten nyáron beleesél medencébe, nem kell aggódnunk, a legnagyobb stressz helyzetben, ahol csak kerül le, mint orvosban látom, sok jobban nem tudom magyarázni, hogy ilyenkor mi történik, visszanyúl ahhoz, amit megtanult, és kieviszkél a vízpartjára. Nincsenek olyan álmaink, hogy ő lesz az ország következő hosszú katinkája, ő úgy néz ki, hogy sakban egy picit ügyesebb, de ezt őszegi célul. Hogyan szeretnénk mi rajta mindenképpen segíteni az ő szüleim? Fölhívtam a közeli úszodát, ahova járnak minden pénteken az iskolával, és megkérdeztem őket, hogy hogyan tudnám megtanulni Panni rendesen úszni nyárig. És ezzel az analógián szeretném nektek bemutatni ezt a kétfajta gondolkodást. Az első legyen az, amit a telefonon elmondtak nekem. Panni jár de hetente egyszer. Azt mondták, hogy ez már így nem rossz kezdet, de hogyha esetleg kétszer tudna jönni gyakorolni, az sokkal izgalmasabb lenne. Oké. Mit csinálnak ők ott? Kicsit bemelegítenek a vízparton, vagy bemegy a vízbe, és bemegy abba a közegbe, ahol később majd teljesítenie kell, és ott szépen apránként megtanulja azokat a technikákat, azt a mozdulatsort, ami szükséges az úszáshoz. Megtanulja a kéztempót, megtanulja a lábtempót, megtanulja a kettőt összehangolt. És erre azt mondták nekem, hogy ha ezt Panni gyakorolja körülbelül nyárig, akkor jó eséllyel nem kell attól félnünk, hogyha ő beleesik a medencébe. Egy gyors interjút, tegyék fel a kezét, aki azt gondolja, hogy ez a módszer köbben működhet, de nem is nyár, de hamarosan Fanni meg fog tanulni, és nem kell félni, hogy beleesik. Elég komoly ez egyetértés. Köszönöm. Nézzünk egy másik példát. Nagy vállalatként mit tennék ezzel a helyzettel? Jó eséllyel elvinnénk valamit egy kétnapos offsite-nak nevezett tréningre, valami jó kis vidéki szállodában, ahol nyugalom van, mindenképpen kiszakítva abból a közegből, ahol majd később teljesítenie kell. Azaz víz sem lenne abban a szállodában, de a rendszer biztos nem. És egy nagyon hangulatos, ablak nélküli is teremben szépen megtanulnál először a kézmozdulatokat, aztán megtanulnál a lábmozdulatokat, esetleg fölfeküdne egy asztalra, és a kettőt megpróbálnál összehangolni. És a két nap végén pénteken kertbe mennék a Lénával, és hazafelé a kocsiban elmesélné, hogy ő most marha jól érzi magát. Teljesen inspirált lett, ő már úgy gondolja, hogy tudja, mit kell csinálnia. Eltelik a hétvégén, elmegyünk a barátainkra, ebédelni, vacsorázni, több mindegy, megy a hétvége, hétfőn, reggel, első dolgom, mivel ugye nyár van, megyünk a strandra. Mit csinál a Pannival? Oda megyünk a mélyvízhez, megfogom, beledobom, és azt mondom, hogy úszál. Megtanultad múlt hét csütörtök pénteken. Hajrá! Ki az, aki azt gondolja, hogy a második módszer legalább annyira hatékony, mint az első? Hú, oké, megnyugodtam. Szóval, amiről mi szoktunk beszélgetni munkatársaimmal, mennyire érdekes, amikor ezt a szorít végig gondoljátok, ha a saját lányunkról van szó, akkor többre értjük, hogy mi kell ahhoz, hogy a legmélyebb komfortzónájába beépüljön valami, amiről azt szeretnénk, hogy stresszes helyzetben ahhoz nyúljon vissza. Vállalati emberként meg azt gondoljuk, hogy ezt máshogy kell csinálni. Szóval a kijelentésem a tréninggel kapcsolatban az az, hogy én nem veszek tréning. 4.500 ember képzéséért felelek az egész világon, 108 országban. 2,5 éve nem vettem egy offsite tréninget sem. És tök jól elmondtam nektek, hogy mi ez. Mi nincs, a jó hír van, még 8 percünk, elmondom, hogy mi ez, amit csinálunk. Tréningek helyett, mindenfajta elvonulós és ott jól megtanuljuk helyett, van egy olyan tudományos elmélet, amikor építünk minden fejlesztési folyamatot. Ez pedig nem más, mint egy kutatáson alakuló dolog, az egyik kedvencem. Egy Szeringerrel nevezett úriember volt az, aki először gyerekeket kezdett el kutatni. Azt próbáltak kikutatni, hogy hogyan tanulnak a gyerekek, a gyerekektől indult. És azt mondta, hogy mindenkinek van egy komfortzónája. A komfortzóna lényege, ez az, ahol vagyunk a mindennapokban, ez az, ahol kényelmesen végrehajtunk egy feladatot. Amikor szeretnénk őket tanítani, akkor nem más csinálunk, mint megpróbáljuk őket rávenni, hogy kicsit kijebb menjenek a komfortzónájukból, és megérkezzenek a tanulási zónába. A tanulási zóna, ugye, akinek van gyereke, azt tudja, hogy az első 2-3 évben ez egy nem létező terület, ott ugye inkább dackorszak van, de kicsit később az a szerencse történik, hogy ott már amikor azt mondjuk a gyereknek, hogy ő most így üt valamit, és azt mondjuk, hogy nézd, csak lehet így is, arra a gyerekek még azt mondják, hogy de érdekes, megpróbálom így is. Képzeljétek el, hogy a kutatás azt mutatta ki, hogy ezért ebből is ki lehet őket picit zakantani, picit el lehet azt érni, hogy ők kívül menjenek a tanulási zónán, méghozzá úgy, hogy olyan feladatot adunk nekik, amit nem tudnak még sok segítséggel sem megoldani. Viszont ennek a következő zónának van egy sokkal izgalmasabb része, én pedig az, és most nem a magyar oktatásról fogok beszélni, mert ez egy globális helyzet. Nagyjából az általános iskola végére elérjük azt a szintet, hogy amikor a komfortzónánkban megpróbálnak minket kiszorítani, akkor egy sokkal nagyobb helyre megyünk át. Ezt pedig úgy hívják, hogy pánikzóna. Ez a legnagyobb. És ez nem a magyar oktatás hibája, ez a világon mindenhol így van. Így néz ki a három. Amint a komfortzónámból megpróbálnak kimozdítani, azonnal a pánikzónámban landol. Mit jelent ez a gyakorlatban? Amikor megpróbáltak valami új információt átadni kollégáitoknak, és ezen a ponton elkezdtek olyanokat hallani, mint amit én szoktam, hogy mi mások vagyunk. Ja, hogy ez működik? De hol? Ja, de hát mi belgák vagyunk. Az meg a hollandoknál működik, ez pont 2 hete hangzott el. Ugye mi azt gondolnánk, hogy Magyarországon dolgoztam, és egy nagy távközlési cégnél megpróbáltuk az értékesítőket rávenni arra, hogy picit mást adjanak el, máshogy, mint eddig. És akkor végre sikerült eladni az elsőt Budapesten, örömömben körbe szaladtam az országot, és elmondtam mindenkinek. Elmentem Győrbe, mondtam, hogy eladtuk az első ilyet. Amire mondták, hogy hát ez Budapest, ez tök más. Oké, eladtuk az első Győrben. Azonnal mentem Kelet-Magyarországra, Debrecenbe. Mondtam, srác, eladtunk egyet Budapesten, egyet Győrben. Válasz, Győr. Robi, hát az majdnem Ausztria. Oké. Akkor még több ideges voltam ettől. A kisfelt akkor tudja, majd fölrobbantam ettől a hozzáállástól, azt mondtam, hogy ez nem létezik, hogy az emberek ennyire be vannak tokosodva. Képzeljétek el, hogy most már örülök ennek. Hát az, amikor azt hallod valakitől, hogy mi mások vagyunk, mi ezt nem így szoktuk, ez nem így működik, az azt jelenti, hogy az ember megértette, hogy ki kell mozdulnia a komfortzónájából. És elugrott egészen a pánikzónáig, ami tök normális. És jó. Vajon mi az a mágikus dolog, ami segít abban, hogy a pánikzónából visszajöjjünk a tanulási zónába? Fontos, tanulási zóna nem arról szól, hogy hangosan tapsolok, hogy végre máshogy csinálhatom a munkámat, mint eddig. Az csak arról szól, hogy tudod mit? Ez lehet, hogy nem hülyeség. Ne gondold azt, Robi, hogy ez egy hasznos dolog. Ádám, ne gondold, hogy ez a gyakorlat, amit mutattál, ez egyébként jó. Csak azt mondom, hogy lehet, hogy hetente egyszer, ez jó pofa. Az a mágikus dolog, ahol vissza lehet jutni, az nem más, mint a gyakorlás. Ennyire banális dolog. Gyakorlásra lehet visszajutni. Szenninger után egy később nagyon sokat dolgoztam még ezzel a kutatással, igazolták azt, hogy a felnőttek pontosan így tanulnak, igazolták azt, hogy bár a kutatás régebbi volt, az evolúció pedig továbbra is működik, de ennyire nem gyors. Szóval ugyanúgy tanulunk, mint 100 évvel ezelőtt. A másik dolog, amit egyébként egy nagyon izgalmas kutatással sikerült beazonosítani, és azóta többször validálni, az az, hogy hányszor kell valamit gyakorolni egy felnőttnek. Az első ilyen kutatást egyébként alkoholistákon végezték, és azt próbálták megfejteni, hogy vajon nekik meddig tart a pánikzónából visszajutni a tanulási zónába. És az a szám jött ki, hogy kb. 4-7 alkalommal kell gyakorolni valamit, mire a pánikzónából visszajutunk a tanulásiba. Ez igaz bármire. Ez azért nem olyan sok. Ez végül is még kivitelezhető. De most jön a következő vissza. Vajon mi kell ahhoz, hogy a tanulási zónából valami beépüljön a komfortzónába, és hogyha nem történik úgy, akkor ne érezzük jól magunkat is. Kvázi az legyen az új norma. Hát az egy picit több gyakorlás. Egész konkrétan ez 17-21 gyakorlás, mire valami beépül a komfortzónába. Ha kettőt összeadjuk, nagyságrendileg 30 gyakorlásig jutunk el. Tehát onnantól, hogy mi mások vagyunk, odáig, hogy hát hagyjál már, hát én ezt így csinálom minden nap. Ez körülbelül 30 gyakorlás. Miért fontos ez mindabban, amit nap mint nap csinálok? Azért, mert azt meg kell érteni, hogyha egy napi feladatra kérlek titeket, ami arról szól, hogy figyeljétek a légzéseteket, akkor körülbelül 30-szor kell gyakorolni. Mire azt mondjátok, hogy végülis ez egy tök jó kezdete a napnak. Hogy Ádám azt mondja, hogy próbáljuk ki, hogy napi 15, amit fölkeltünk 15 percig nem nyúlunk a telefonhoz, azon kívül, hogy kikapcsoljuk az ébresztőt, csalálunk el egy picit. Ha 30 napig csináljátok, akkor beépül a mindennapotokba. De azt is fel kell mérni egy vállalatnál, hogy amikor megpróbáltuk megváltoztatni a havi megbeszélések ütemét, és hogy azt hogyan bonyolítsák el a vezetők, 30 havi megbeszélés. Igen, 2,5 év. Mire ők támogatás, segítség nélkül úgy tudják csinálni. Sajnos eddig tart a változtatás. Változtatni akar, az gyakorol, de ahhoz, hogy beépüljön a komfortzónába, bizony eddig ennyiszer kell gyakorolni. Ez csak az egyik dolog, amit alkalmazok minden nap, és arra gondoltam, hogy lezárásként elhozom nektek azt az 5 pontot, amivel minden képzési programot összeállítunk, és minden olyan dolog, amit változtatni szeretnénk, annál figyelembe vesszük. És enélkül, hogy ezt az 5-öt ki tudnánk hibálni, nem fejlesztünk semmit, és nem csinálunk semmit. Amivel azt szeretnénk elérni, hogy valakinek a komfortzónája picit táguljon, vagy átalkuljon, azaz, hogy valamit zsigerből tudjon csinálni, gondolkodás nélkül. Az első és a legfontosabb, ami egy Eisen mutatta ki 1991-ben, így semmi olyan alatt. Ő azt mondta, hogy csak azt tud változni, aki akar. Banálisnak tűnik, de itt ismét szeretném hangsúlyozni azt a klasszikus vállalati gyakorlatot, hogy én most szeretnék mindfulness oktatni minden 300 dolgozónak. Gyertek! Nincs ilyen. Csak azt tud tanulni, aki akar. És rendelkezik a megfelelő eszközökkel. Mit jelent ez? Csak azt tud megtanulni úszni, aki szeretne, és csak az képes arra, hogy megtanuljon úszni, akinek megmutatjuk a technikát, és nem mellesleg van egy medence is. Ez az egyik dolog, hogy figyelembe veszünk. A második az az, erről ma keveset beszéltünk, a következő alkalommal februárban fogunk a vezetésről beszélni nagyon sokat, az az, hogy gyakorlatias képzésekre van szükség. Nagyon sokat szoktunk azzal a labdával dobálózni, hogy sokkal gyorsan felejtenek az emberek, meg szoktak előhúzni ilyen statisztikákat, hogy 6 hét alatt elfelejti a tanult anyag 80%-át. Ez hibás, ez egy mítosz. Valóban sokat felejtünk, de nagyon nem mindegy, hogy miből. Ígérem nektek, hogy emlékezni fogtok nagyon sok sztoriból a mai napból, még 6 hét múlva is. Nem fogjátok elfelejteni a sztorik 80%-át. Erre nagyon odafigyelünk. A harmadik, és talán ez a legnehezebb, folyamatos támogatásra van szüksége annak az embernek, aki változtatni szeretne. És a folyamatos támogatás ez nem abban merül ki, hogy a 2 napos tréning végén csinálunk egy 30-60-90 napos tervet, amit utána a kutya nem kérdezi meg még egyszer, hogy egyébként foglalkoztál vele és csináltál-e valamit. Nem. A folyamatos támogatás az arról szól, hogy amikor én megpróbálom gyakorolni azt az újfajta viselkedést, amit szeretnék magamévá tenni, és ott van egy kérdésem, akkor legyél kész fordulnak. És tudja kérdezni, ami tud nekem segíteni. Negyediknek hagytam, amit a Szellinger modell alapján értetek mostanára abszolút. Minél rövidebb időtáv alatt lehetőleg 4-szer gyakorolni kell valamit, ahhoz, hogy ezt tényleg beépül. Lehetőleg rövidebb. Hogyha módom és lehetőségem van rá, akkor egy műhely munka, workshop alatt arra próbálok odafigyelni, hogy azt a dolgot, amit szeretnénk, hogy elsajátítsanak, azt 4-szer tudják gyakorolni. Már ott a teremben. Miért? Most már tudjátok az elméletet mögötte, hogy egy pánik zónából, a tanulási zónába átsegítsük az értékesítőinket. És végül az 5., ami a legegyszerűbb, hogy nagyjából 30-szor kell valamit gyakorolni ahhoz, hogy beépüljön. Azaz, semmi olyan változtatási folyamatot nem kezdünk el, nem menedzselünk semmilyen változtatást, ahol nem látjuk azt, hogy tudjuk biztosítani a 30 gyakorlási lehetőséget annak, aki akar változtatni. És zárásként visszakötve az egészet a mindfulness lehetőzés a mai eseményhez. Ugye az egész kezdeményezésnek az egyik alapítója vagyok, és ennek az a legfőbb oka, hogy rendkívül frusztrált vagyok attól, amikor olyan képzési folyamatokat látok, ami ilyen 2 napos, mágikus módon megoldjuk a problémákat. Amit én tudok nektek ígérni, hogy bármi, amit ez a csapat a jövőben hozni fog, az azokat az elveket fogja követni, amivel mások már sikeresen építettek be a új szokásokat a mindennapjaikba, és sikeresen változtattak a dolgaikon. Én ma ezzel készültem a számotokra. Köszönöm szépen a figyelmet, visszaadnám Ádámnak a lezáráshoz és Lénának. Köszönöm szépen a figyelmet! Elfelejtettem már az utolsó beszédemre készülni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Először hirdetek. Lesz következő mintá, február 21-28. Akkor lesz a következő, aminek a vezetés lesz a témája. Ugye az egészet azért hoztuk létre, az egész kezdeményezést azért hoztuk létre, hogy az egészséget és a munkahelyet egy kicsit közelebb hozzuk egymáshoz, mert ugye nagyon sokszor az egészségünkről teljesen másik dimenzióba gondolkozunk. Tehát ugye éljük az életünket, és aztán ha megbetegszünk, akkor majd elkezdünk odafigyelni ezzel az egészre. Ugye általában az embernek van munkahelye, van, ahol dolgozik, és mi azt szeretnénk elérni, hogy ezek olyan munkahelyek legyenek, ahol egészséges környezetben lehet dolgozni. Tulajdonképpen az én önző célom az, hogy amikor a 3 lányok felnő és belép a munkaerőpiacra, akkor olyan helyen tudjanak dolgozni, ahol normálisak a körülmények. És ezért a következő 5 mintátnapon a különböző munkahelyi dolgokat fogjuk elővenni, és az első az a vezetés lesz. Tehát a következő mintátnak a vezetés lesz a témája, hasonlóan izgalmas előadásokkal. A másik dolog az az, hogy jelentkezzetek ebbe a Facebook csoportba, mert ott fogjuk tudni megosztani ezeket a listákat, meg különböző fontos információkat. És még egy, hogyha esetleg van egyetemistapon ismerősötök, akkor annak mindenképp majd jelezzétek, hogy indul egy nagyon klassz kezdeményezés a PM-én, Kun Ágota fogja vezetni, itt is ül lesz a PhD vezető, és hallgatóknak fogunk csinálni egy pozitív pszichológia reziliencia kurzust. Bárki beülhet a BN-re, a BN-iseknek kreditpontot is fognak érte kapni, 3,5 éves lesz, tök jó lesz, úgyhogy ha van egyetemista, akkor ismerősötök, és nem szeretnétek, hogy higgyen, annak majd meséljetek erről. Azt hiszem, nekem ennyit kellett hirdetnem. Igen, úgyhogy átadom a szót. Ja, még egy, bocs, eszembe jutott. A következő 1 hónapra az a feladatotok, hogy kezdjétek el gyakorolni a gyakorlást. Tehát igazából tök mindegy, hogy mit választatok, akár ezt a telefonos, hogy 15 percig nem néztek rá, vagy azt, hogy megpróbáltok minden nap egy valakivel ilyen mindful cocktail a kezetekben beszélgetni, vagy azt, hogy minden nap odafigyeltek 5 percre a saját érzéseitekre, a testetekben, igazából teljesen mindegy, csak kezdjétek el a gyakorlást, próbáljátok meg minden nap ezt bevezetni az életetekbe, és ne legyen bennetek túl nagy elvárás azzal kapcsolatban, hogy rögtön megváltozik az életetek, meg hogy rögtön jobban fogjátok érezni magatokat, hanem csak megengedő, elfogadó módon figyeljétek meg, hogy történik-e valami változás. Csak történik, az tök jó, de ha 30 nap alatt, vagy a 30 nap végére még nem, akkor se legyetek csalódottak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Én személy szerint tényleg mindenkinek a prezentációkat, illetve megteltem a közösségnek azt, hogy itt voltatok velünk, és megtiszteltetek minket a bizalmatokkal és a figyelmetekkel. Nagyon-nagyon szeretném megköszönni a Prezinek azt a lehetőséget, hogy itt tarthatjuk ezt a mintákot, és hogy a rendelkezésünkkel bocsátották ezt a helyszínt. Nagyon szeretném megköszönni továbbá Deken Gábornak a technikát. Fekete Csillának szeretném megköszönni a logónkat, amit ő tervezett nekünk, és amivel hozzájárult ahhoz, hogy tudtunk látványosan kommunikálni, és el tudtuk érni, hogy tudjatok rólunk, és itt legyetek. Szeretném még megköszönni Csósz Istvánnak, hogy ő pedig a prezentációk előkészítésében segített nekünk. A legesleginkább viszont tényleg köszönöm nektek, nagyon köszönöm, hogy szóltatok, és nagyon-nagyon remélem, hogy közel egy hónap múlva a február 28-án újra találkozunk. Köszönjük!